Kip Schlederberger Zinger hírei. Újabb esemény. Kigyulladt egy ház Elmore egyik külvárosában. Élőben közvetítünk a helyszínről. A tűz ma reggel kezdődött. A tűzoltók egy órával ezelőtt vonultak ki, és még mindig küzdenek a lángokkal. Küldjétek be a pillecukrokat! Jaj, ne! Semmi baj, csak nyomuljunk tovább! Folytassuk tovább! Ezek a gyerekek a túlélők. Mondd el, hogyan gyulladt ki a ház? Megláttam egy pókot. Értem. A stúdióé a szó. Kip Scherlegbinger vagyok. Újabb fejlemény van a Joyful Burgerben történt rablásban. Kapcsoljuk légi tudósítónkat. Így igaz, Kip. A rendőrség még mindig üldözi a gyanúsítottakat. Elmore legjobbjainak gyors akciója. Nem sokára bíróság elé juttatja őket. Mint láthatják, a rendőrség folytatja a hajszát, bár a lakosság részéről néhányan akadályozzák a munkájukat. Köszönöm, és mi történik lent a földön? Gyalog folytatódik a hajsza. És térden. És kézen. Kip Shalalalala Burger vagyok. A további részletek előtt tudósítónk Alpaka számol be a G8-ak találkozójáról. Al, milyen témák merültek fel a csúcs találkozón? És mit nyilatkozott az elnök ezzel kapcsolatban? És ez milyen globális hatásokkal járhat? Köszönjük! Most kapcsoljuk a texasi Hale megyét, ahol a megyei vásáron egy gazda díjat kapott a legszebb jószágért. Azt hiszem, alig ha nem összekevertetek valamit, legények! Bocsánat, félbe kell szakítanunk a riportot. Hírt kaptunk a Joyful Burgerben történt rablásról. Mike? Igen, Kip. A rendőrség felhagyott az üldözéssel, amikor kiderült, hogy a bejelentő egy szokatlanul gömbölyű rózsaszín nyúl volt, akinek a krumpliát elvitték a hangyák, miután lejtette. Íme az esetről készült grafika. Visszaadom a szót. Köszönöm. Most pedig következik a nagy kérdés. Vendégünk az Elmore Egyetem természettudományi karának dékánja. Köszönjük, hogy eljött, professzor úr. A védőoltások, elektromos autók és a wifi fekete mágiája után az lehet a nagy kérdés, hogy kell-e félnünk a tudománytól? Nem. További kérdések zuhognak a vita hevében. Csatlakozzanak holnap ugyanekkor a következő kérdéshez. Oxigén, barát vagy ellenség? Újabb hír, Elmort hamarosan csatornaügyi sztrájk sújthatja. Azt hiszem, elegük van, érti? De nem panaszkodhatunk, mert teljesen elnyomják a hangunkat. Ez a munka megfojt minket. Én olyan sokat láttam. Túlságosan sokat. 20 éve dolgozom az igazgatói irodán, de nem kaptam tőlük mást, csak ételmérgezést. Úgy van, merő gusztustalansága, hogy bánnak velünk. Azt ígérik, hogy új protkot kapok. 10 éve. Néhány percen belül Elmore vészélyi tiltakozó menetet tartanak itt, a városháza előtt. Most tájékoztattak, hogy ülősztrájkot tartanak. A stúdiója a szó. Köszönöm. Egy hír a hírességekről. A gyerekek kedvencével, Csilla csacsival kínos malőr történt forgatás közben. Sziasztok, kedves gyerekek! Szia, Csilla csacsi! Üdv Csilla csacsi műsorában! Igen! Mára különleges meglepetésem van! Sziasztok! Nem hiszek a szememnek. Olvastad a szövegkönyvet? A szövegem után kell belépned! Bocs, kislány, csak improvizáltam, tudod? Rögtönöztem. Szóval, srácok, itt van mindenki! Na jó, elég? Elég! Először is! Ne hívd kislánynak! Csilla kisasszony vagyok másodszor! Tartsd magadat a szövegkönyvhez! Érted? Hé, ez élőadás. Nem érdekel, hogy élőadás! Egy amatőr vagy, aki rajtam élősködik, tönkreteszed a műsoromat! Hé, te meglöktél? Igen, mert mindjárt visszaadom. Jó van, vágjatok be reklámot, reklámot! Gyorsan a monoszkópot, most rögtön! Csillát, akinek a valódi neve Antoine Perez, 2 hét közmunkára ítélték.